Egy témát fogunk kétféleképpen bemutatni, ahogy a rendezvényünk programajánlójában is hirdettük, ez alkalommal a hövei csipkét hoztuk el ide Veszprémbe. A hövei csipkéről jelen pillanatban annyit kell tudni, hogy a Hungarikum mozgalom útján szintén elindult. Jelen pillanatban a Magyar Értéktárban a kiemelt nemzeti értékek között szerepel már a Hungarikum Bizottságnak köszönhetően, de én úgy tudom, hogy ennél többre vágyik a hövei csipke, és reményeink szerint a megmérettetés útján sikerrel jár. A mai nap során azért szeretnénk ezt az alkalmat felhasználni arra is, hogy a csipke kultúra esetében szövetségeseket találjunk a Balatonfelvidéki hímző kultúra, illetve csipke képviselőinek is. Éppen ezért, mivel ez a folyamat Veszprém megyében elkezdődött, és ez az érték a megyei értéktárban szerepel már, és többre vágyik, éppen ezért szeretnénk felhasználni ezt az alkalmat is arra, hogy erről az értékről, az itteni kutató-gyűjtő munkáról és az eddig elért eredményekről is a jelenlévő képet kapjanak. Lába közben található Kapuvártól 8 km-re Hövely. Első írásos említése 4. Béla király 1257-ben kelt oklevelében olvasható. A hagyomány szerint egy halászattal foglalkozó család Édit arról kapta a nevét. A középkor embere sokszor besélt sajnálattal a hövelyekről, és a 20. század sem volt kegyesebb hozzá. Egy évtizedben 3-4-szer is meglepte a határtagiszt, és elpusztította a termést. Legutóbb 1965-ben kellett kilakoltatni a falut. Mindezek nem tették volna híressé a települést, de az asszonyok megtalálták a módját, hogy hímzésükkel besegítsenek a megélhetésbe. Az alkotás búgfelejtő öröme így vált jövedelem forrássá. A falu nevét a hövei asszonyok tették híressé, de a hövei csipke valójában nem hövei eredetű, Pozsony megyei. Pozsony környékéről származik. Legrégebbi kézimunkái oltárterítők, válkendők, keszkenők, ingelők. Egy hövei lány, néhai Nyikos Gáspárné született Horbár-Holbára, Pozsony környékén szolgált, ott tanulta meg a pozsonyi hímzést, és annak alapján hozta hövelyre, és ő már tovább fejlesztette. 1860-ban a farsangi mulatságokra egy kötény készített, amit aztán a barátnő is megtanulta, ez a bizonyos fehér kötény, ez a bizonyos fehér táncos kötény volt az elindítója a hövei csipkének. Horváth Borbála volt az, aki elkészítette a tülkendőt, a tilámit, a patyolatkendőt a pókos kötéssel alkalmazni. Kapuvár módosabb asszonyai a hüvelyekkel hibeztették a zsebkendőket, a jetkendőket, a bodrosi fodrát, a férfiink elejét, a vászonkatya szélét és a kapuvár viselet nagyon fontos kellékét, a kendőt, a tilámi kendőt, amit hüvelyi mintával készítettek, a szélére csipkét raktak, de az nem igazi csipke volt, azt a szatolcsnál vették, de csodálatos volt. A kapuvári parasztságban élt a szép ruha és a szép kézimunka iránti szeretet. Bár hüvelynek nem volt népviselete, de a hüvely asszonyok készítettek maguknak, mint amit próbálok bemutatni a kisbabán, 3-4 alsó szoknyájuk volt, hüvelyi blúzt készítettek, kötényt, és a
illetve kézbe való kendőt, amit az ivakönyvkel mellé hordtak. A legszebb kendők a jegykendők voltak, amelyet a mennyasszony maga készített, és az eljelzési lakomán adta át a vőlegénynek. A lány és fiú között ez szerelmi záló volt. A csipke készítés nagyon fontos alapja, az alapanyag kiválasztása. Régebben gyolcsot, sifont, batisztot, lembatisztot, patyolatot az organűk később alkalmazták. Ez a pozsonyi mézés, a pozsonyiak is használták, sőt Komárom megyében is, spanyol Pozsony környékén Nyitrán is a pókozás. És ezek az öltés elemek, amit a rübeiek már használtak, a simaluk, lábas lekötéssel, akkor lencsésük, ami kis pöttyökkel van körbenajzolva, a pergősjük a közepén, akkor az íveltjük, a borsoljuk, ami alul található, a védjegyünk, a középen látható hívjukból álló lábas kötésű macskatalt. Körülbelül 30-40 pókot ismerünk, de a variánsokkal együtt 60 pókot alkalmazunk. Ezek mind a csipkének, illetve a növei műzésnek a motivumai. Rámára feszítjük, és úgy rajzoljuk rá az anyagra. Ceruzával rajzolom, itt vannak a készülő hüvelyi csipke, tehát rámára feszítjük, utána kirajzoljuk, kiférceljük. A fércelés után nagyon fontos a fércelés, mert tulajdonképpen az adja meg az alapot. A következőnél kivágjuk azokat, bevarjuk, és utána pókozzuk. A hüvelyi asszonyok varrót alakítottak, így mondták régen, összeültek, és a szélén van az én nagynéném, összeültek és együtt kézimunkáztak. Na most a kézimunkázás mellett ők nem csak hímeztek és élvezték a kézimunka gyümölcsét, hanem mellette volt valaki, aki mindig felolvasott, tehát művelődtek is. Ott középen van az én nagyanyám, akivel nagyon-nagyon elfogult vagyok. Ő is népiparművész volt, és nagyon sok embert megtanított. Ez egy blúzom, amit úgy alkalmaztam, hogy ma már a mai viseletben is lehessen hordani. Ez szintén egy menyecske ruha, csak egy kicsit összeműségületes. Kóca Margit a népművészetmestere, aki 75-ben kapta meg a mesteri címet, Horváth Mária szintén népművészetmestere, és a nagyanyám, aki népiparművész, és azon kívül még 1954-ben nagyon sokan megkapták, talán 25-en, ha jól emlékszem, a népiparművész címet. A mostani csipkés társaink közül Sziget Istvánnő szintén a népművészetmestere, Hollós Lászlóné, Póca Ági, aki Sopronba viszi a szakkört, és most újabb a választások során ő lett a Csipke Egyesületünk elnöke. Csornában Farkas Kati, aki szintén gyerekkorszakásom volt, vagy van még most is, Bendesné Vörös Ildikó és Jó Magam. Tehát öten vagyunk azok, akik aktívan készítjük a hüvelyi csipkét, és visszük és terjesszük. Ebben mindegyik pók más. Ugye a pókoknak megvan az elnevezése, gombos, macskatalt, buzaszemes, kertészedett buzaszemes. A hüvelyek úgy hívják, hogy nem borjúfogas, hanem borjúfogas gyével, akkor szép mása, keresztes pók. Ezt például úgy hívjuk, hogy pikláb. Mindegyiknek megvan a sajátos neve. Rámára feszítjük, és
amit az előbb mondtam, kiférceljük, kivágjuk a lyukakat, és akkor bepókozzuk. Most ez a pók, ami a szélén van, ez a lábas. Akkor ez a borostás, én seprűsnek, söprűsnek hívom, mert a hövely nem seprű, a seprűen söprű. És ez borostásnak hívom, borostás. És ez a blúzom, ezt most készítem magamnak, de már készül vagy fél éve, vagy egy éve is, mert mindig félbe hagyom. Ez az ujja, ez az ujja lesz. Ez egy tébetű igazából, és akkor ez az eleje. Ezt rámán készítem, mert nem tudom felfércelni nagy rámára, de többféle méretű rámáim vannak, szóval ezt dob rámába adom. És akkor, amire most nagyon büszkünk, hogy ez a jegykendő, amit a fiú, vagy a lánya fiúnak zálogul ad, és ez a bizonyos szerelmi zálog. Ez egy stóla. Hát nem hoztam babát, de egy fekete bársony pántos ruhához tettem én ezt fel, és akkor ez a stóla rajta. Ezt most már jó páron kért, lehet, hogy nem látom a színét, jó páron kérték, és ez eléggé befutott lett a hüvelyek körébe, és meg a fiataloknak is tetszik. A 2010 novemberében a Szabadalmi Hivatal örökös földrajzi védettséget, a hüvelyi csipke védettséget kapott. E cím elnyerése óta használhatják a hüvelyi asszonyok és a hüvelyről elszármazottak az eredeti hüvelyi csipke védjegyet. 2013-ban a Megyerikum lett a hüvelyi csipke, és elindították a Hungarikum válás útjára. 2014. március 18-án a Hungarikum Bizottság döntése, hogy mostantól a hüvelyi csipke a kiemelkedő nemzeti érték címet viselhesse.